Sziasztok srácok, én Julcsi vagyok, és ebben a mai videóban egy cruelty free guide-ot hoztam nektek, vagyis tulajdonképpen ez annyit jelent, hogy megmutatom, hogy mik azok az állatkísérletmentes kozmetikai márkák, amiket én és Dávid rendszeresen használunk itthon. Hogyha nem nézitek nagyon régóta a videóimat, akkor lehet, hogy nem tudjátok, de én kizárólag állatkísérletmentes kozmetikumokat szoktam vásárolni most már jó pár éve, és ez nekem már eléggé reflexből megy, tehát pontosan tudom, hogy melyik üzletbe milyen márkák szólnak nekem, igazából észre sem veszem már azokat a termékeket, meg márkákat, amik nem állatkísérletmentesek, viszont tudom azt, hogy az elején ennek az életmódnak nem volt ez annyira könnyű, és volt több olyan kategória a szépségápolási rutinomon belül, amit viszonylag nehézkes volt felfedezni és megtalálni benne a megfelelő termékeket. Nem azt mondom, hogy most mindenből megvan a legjobb, és nem próbálok ki szívesen új dolgokat, de azért most már tudok válogatni. És az elején pedig úgy éreztem, hogy akkor van egy márka, és tudom, hogy azt kell megvenni abból, és akkor nem tudom, nincsenek lehetőségeim, de az a helyzet, hogy elég sokat javult már ez a helyzet az utóbbi években, és mivel elég sokan kerestek meg engem ilyen kérdésekkel, mert hogy mondjuk az én videóm hatására, amit linkelni fogok mindenhova, kezdtetek el ti is átállni inkább az állatkísérletmentes kozmetikumokra. Magáról a témáról nem szeretnék bőven beszélni, mert megtettem ezt már egy másik videómban, sőt talán több videómban is, de az a lényeg, hogy nincs szükség arra, hogy a kozmetikumokat állatokon kísérletezzük. Annál most már egy sokkal modernebb és megbízhatóbb rendszer van, ami ezt teljesen feleslegessé teszi, és ez borzasztó dühítő, hogy még mindig állatokat kínoznak azért, hogy neked legyen egy rúzsod, vagy egy tusfürdőd, mert hogy tényleg semmi szükség nincs, 2019-et írunk, meg lehet ezt bőven oldani máshogy is, és nagyon sok márka van, ami ezt meg tudja oldani. Van még az a tényező, sok tényezős ez a dolog, de hogy ugye Kínában törvényben van szabva az, hogy csak olyan kozmetikumokat árulhatnak ott az országban, amit teszteltek állatokon. És nagyon sok márka csak azért válik nem állatkísérletmentessé, vagy azért számít annak, mert hogy őt ez nem érdekli, és neki fontosabb az a profit, amit Kínában meg tud termelni, mint hogy azt mondja, hogy ő már pedig neki az egyik elve az, hogy nem hajlandó állatokon kísérletezni. És ennek van egy köztes útja is, amit például a DAF csinál, hogy ugyan árulnak Kínában termékeket, de csak azokat, amiknek nem írják elő a tesztelését a kínai hatóságok. Tehát ez egy nagyon sok tényezős rendszer, de én most igazából tényleg csak meg akarom mutatni, hogy mik azok a márkák, amiket egyes kategóriában én szeretek használni. Egy-egy kedvenc terméket is megmutatok, abszolút a teljesség igénye nélkül, mert itt lennénk holnap után is, hogyha minden egyes dolgot megmutatnék, akár a smink kollekciómból, akár az arcápolóim közül. Úgyhogy ki fogok emelni néhány kedvencet, és elmondom, hogy mik azok a márkák, amik között nektek érdemes körülnéznetek és próbálkoznotok a termékeikkel. Kezdjük az arcápolással, mert az az egyik legkevésbé sokszínű kategória, talán azért is, mert arcápolásban sikerült megtalálnom azokat a termékeket és márkákat, azt a két márkát, kicsit több mint kettőt, amit nagyon szeretek, és amiből bőven tudok válogatni a márkának a portfólióján belül is. Az egyik pedig természetesen a The Body Shop, aminek például a sminklemosóját, ezt a kamillás olajat használom most már elég régóta, előtte kókuszolajat használtam. Azért szeretem ezt nagyon, mert hasonlóan jól működik, nem kell vattakorongot használni hozzá, tehát nem szemetelsz minden egyes alkalommal, hanem úgy szoktam, hogy ezt felviszem az arcomra, nagyon viccesen szoktam kinézni, mert elkenem az összes sminket, ami a fejemen van, és aztán egy nedves törölközővel pedig letörlöm az egészet, és utána mosom meg az arcomat, vagyis tisztítom meg az arcomat. Arra pedig ezt a Drops of Light arctisztítót használom most már elég régóta. Ez szerintem az ötödik vagy a hatodik ilyen kis tubusom lesz, amit elhasználok. Nagyon szeretem az állagát is, hogy ilyen krémes, de habzik is, és nagyon jó illata is van, és tökéletesen jól tisztítja az arcomat, anélkül, hogy kiszárítaná. Arckrémnek most jelenleg épp ezt az Oils of Life-ot használtam el, szintén The Body Shop, ami egy ilyen anti-aging arckrém tulajdonképpen, ilyen eszenciális olajak vannak benne, de nagyon-nagyon jó száraz bőre is, illetve hát így 28 évesen az a helyzet, hogy nincs már korán az, hogy elkezdjem az anti-aginget, úgyhogy nagyon szeretem ezt használni, de most, hogy jön a nyár, meg a tavasz, át fogok állni a ilyen direkt fényvédős arcápolóra. Az egyik, amit használni szoktam, az a Drops of Youth-nak a fényvédős arcápolója, illetve az abszolút kedvencem, az pedig az Elvi
C-vitaminos fényvédős arcápoló, úgyhogy azt is be fogom szerezni hamarosan. Ezen kívül a The Body Shopból, amit még mindenképp ajánlok nektek, azok az arcmaszkok, a Superfood arcmaszkok. Ebből most van már jó pár, a legújabb az a kávés arcmaszk. Ezekben mind a superfood alapanyagok vannak, nagyon-nagyon egészségesek, nagyon jó azonnali hatást idéznek elő a bőrödön, és mindegyik másra való. A kávés az ilyen energizáló arcmaszk, itt van például a macsetes, ez ilyen tisztító arcmaszk, van a kínai ginzeng és rizs, az az egyik kedvencem, illetve a himalájai arcmaszk, ami pedig ilyen agyagos, bambuszszenes dolog, amit nagyon-nagyon sokan szeretnek. A másik ilyen tuti befutó, hogy arcápolásról van szó, az nekem a The Ordinary, amiből most éppen csak ez a kávés caffeine solution-on van, ami egy ilyen szérum, nem tudom, hogy minek hívják, a szem környékére szoktam felvinni. Nagyon-nagyon jót tesz szerintem a karikáknak, és nagyon szeretem ezt a márkát, egy csomó tök jó termékük van, átkísérletmentes nyilvánvalóan, és nagyon megfizethető is. Annyi van, hogy én mindig a külföldi oldalról rendelem, vagyis a theordinary.com-ról, de most már több helyen elérhető Magyarországon is, azt hiszem, hogy van olyan webáruház, onnan meg lehet rendelni, úgyhogy ezt mindenképp ajánlom, hogy próbáljátok ki, tényleg nagyon klassz dolgaik vannak. Amit még használni szoktam, az a Dr. Organicnak ez a teafaolajos ecsetelője, amikor pattanásaim vannak, ami most már szerencsére elég ritkán fordul elő, de volt egy időszak, amikor bizony voltak bőven, és akkor ezt használtam rá mindig, és nagyon-nagyon bevált, nagyon szeretem, ezt a DM-ben szoktam venni. A DM-nek van több olyan márkája is, ami állatkísérletmentes, és arcápolóik is vannak bőven. Például az egyik ilyen a Balea, aminek leginkább ezeket a kis maszkjait szoktam használni, ez a szemkörnyéki tapasz, illetve ott van még az Alverde is, ami szintén állatkísérletmentes. Tőlük valahogy nem nagyon használtam soha semmit, de ennek nincs különösebb oka szerintem, csak valahogy így alakult. Aztán a Lush-nak is vannak arcápolói, sok évvel ezelőtt használtam néhányat közülük, de most valahogy nem használom, mert nagyon megtaláltam azokat, amiket szeretek használni, és azokat szoktam variálni. Hajápolás az egyik legérdekesebb témakör, ugyanis amikor átálltam az átkísérletmentes életmódra, ez volt az egyik legnehezebb, amiből találtam olyan dolgokat, amit használhatok, mert a hajápolók nagyon-nagyon nagy része nem állatkísérletmentes, azok, amiket mondjuk ismersz jól. Úgyhogy ez egy kihívás volt, de aztán találtam több olyan márkát is, amit szeretek, és amiről mindenképp úgy gondolom, hogy érdemes kipróbálnatok nektek is. Attól függően, hogy milyen hajatok van, ez nagyon ilyen, tehát ez tényleg próba kérdése szerintem, ez nem arról szól, hogy milyen az illata, vagy hogy nem tudom, hogy néz ki a flakon, hanem a haj az ilyen nagyon válogatós dolog, legalábbis az én esetemben. Viszont amiket szoktam használni, az például az Inecto sampon és balzsam, ebből a bambuszos sampont szeretem a legjobban, és balzsamból pedig talán ezt az argánosat. Ezeket a DM-ben lehet venni, és szerintem teljesen jó, tök jó hajápolók. Nekem a hajam eléggé változó, tehát egy ideig szeret egy bizonyos formulát, aztán megunja, úgyhogy azért is szoktam egy kicsit változtatni az a hajápolási rutinomon, de ezekről mind úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon jó termékek. A DM-ben van még ez a Dr. Konopkaz nevű márka, ami szintén tök jó, ezt most találtam egyébként, nagyon sok van még benne, nem tudom, hogy ez hol volt a fürdőszobában, de erre is úgy emlékszem, hogy szeretem, és van benne egy rózsaszín verzió, aminek most nem tudom, hogy mik az összetevői, de azok is tök jók. Ez most konkrétan egy ilyen volume, hogy hívják azt, ilyen volumennövelő, így hívják magyarul is. Oké, rendben. Ami még nagyon klassz az, hogy a The Body Shopnak is egyre több hajápolója van. Nemrég jött ki egy SEA-s hajápoló kollekció, és nekem a SEA a kedvenc illatom a The Body Shoptól, úgyhogy nagyon örültem neki. Ez például egy ilyen hajmaszk, SEA-s hajmaszk, de van sampon és balzsam is belőle, illetve még különböző ilyen hajtípusokra vannak egyéb samponok, epres, például Fuji Green Tea is, gyömbéres, ami nagyon-nagyon népszerű. Nekem a SEA-s való leginkább, mert ez ilyen nagyon tápláló, gondoskodó, száraz és sérülékeny hajra való kollekció, úgyhogy én ezt ajánlom elsősorban. Ezen kívül ugyebár a Balea-nak, a DM saját márkának is vannak hajápolói, ebből leginkább ilyen hajsprét meg ilyesmiket szoktam használni, de tök jó, szerintem érdemes kipróbálni a többit is, mert elég sokféle van nekik. Van egy lassos száraz samponom, ami már több éve megvan. Nem tudom, hogy megromlik-e, remélem, hogy nem,
mert hogy egyébként eléggé természetes, viszont olyan mennyiség van benne, hogy én ezt már rengeteg sokszor használtam, és szerintem soha nem fog elfogyni. Úgyhogy igen, próbálkoztam többféle száraz samponnal is, de talán ez volt az, ami a legjobban bevált. Egyébként nem annyira szeretek száraz sampont használni, inkább szeretem megmosni a hajam, de hogyha nagyon-nagyon-nagyon kell, és mondjuk nagyon nincs időm hajat mosni, akkor tök jó ez is. Ami még egy határozottan jó hajápoló márka, az a Deviness, amiből több mindent is használtam már. Ez most egy ilyen hajvégápoló, multifunkciós hajápoló spray, Ruokuo valamilyen olajjal, nem tudom. Ezt mindig, amikor megmosom a hajam, és utána nedvesen vagy vizesen kifésülöm, utána szoktam felvinni, és egy kicsit bedolgozni így a hajvégekbe elsősorban. Nagyon szeretem, nagyon segít, puhítja a hajat, könnyíti a fésülést, kevésbé kócolódik, és nagyon jól ápolja is, úgyhogy imádom. Ez most már konkrétan üres, legalábbis majdnem üres, de nagyon sokáig használtam, szerintem több mint egy évig. Illetve volt még egy ilyen hajsprém, hajlakkom is tőlük, ami szintén nagyon-nagyon klassz volt. Annyi a probléma ezekkel a termékekkel, hogy egy kicsit drágább árkategóriába esnek, viszont határozottan nagyon-nagyon jók. Samponom is volt belőle, balzsamom is, azokat is többször megvettem egymás után, de most azért is szoktam variálni, mert nem mindig akarok ennyi pénzt kiadni hajápolóra, de egyébként, hogyha ti úgy gondoljátok, akkor tényleg próbáljátok ki, vagy hogyha nagyon nem találtok semmit, ami működik, akkor szerintem ez biztos, hogy fog nektek is. Nézzük meg a férfi termékeket, mert hogy arról nem nagyon szoktam beszélni, egész egyszerűen azért, mert sokkal több női nézőm van, mint férfi, viszont már többször kérték tőlem srácok, hogy beszéljek már férfi termékekről is. Dávidra egyébként én abszolút nem erőltettem ezt az állatkísérletmentes életmód dolgot, viszont ő magától mindig mondta azt, hogy vigyek neki mindig állatkísérletmentes opciókat, és akkor kipróbálja, és ha tetszik, akkor nagyon szívesen használja azt. És most már az a helyzet, hogy csak ő is csak ilyeneket használ. Ez azért is van, mert tényleg egyre több márka van, meg megtalálta ő is azokat, amiket nagyon szeret. Elsősorban egyébként The Body Shop-os termékeket használ ő is, főleg ami az arcápolást illeti. Van például ez a két férfiak bőrére kifejlesztett arcápoló, az egyik az egy ilyen hidratáló kém, amiben guarana és kávé van, a másik pedig igazából egy szakállápoló olaj, aminek valami elképesztően jó illata van. Ez, hogy hívják ezt magyarul? Zsája és cédrus, az megvan. Minden rendben. Szóval, hogy ezek nagyon-nagyon jó dolgok, van többféle arcápoló is egyébként, és ő nagyon szereti ezeket. De például a Bálának is vannak kifejezetten a férfiak bőrére kifejlesztett arcápolói, most ezt a szemkörnyékápolót szokta használni Dávid időnként. És már elég régóta ragaszkodik hozzá, az a dezodor és a parfüm. A dezodorból ezt az Activistet használja, és ezt nagyon szereti, illetve parfümből pedig az ugyanebből az illatból az Activistet, illetve a Kissnet szoktam neki hozni, és ezt így felváltva szokta használni kb. Szerintem nagyon-nagyon klassz férfi illatok vannak a The Body Shopnál, úgyhogy mindenképp nézzétek meg, hogyha gondoljátok, mert hogy a parfüm az egy elég nehéz kérdés, és erre még visszatérek a női kategóriában, de azt hiszem, hogy a férfiaknál is azért nem olyan könnyű olyan parfümöt találni, ami állatkísérletmentes, úgyhogy ez egy jó alternatíva lehet. Ami testápolást, hajápolást illet a férfi kategóriában, Dove-ot szoktunk venni Dávidnak, amióta ez is állatkísérletmentes lett, hál' Istennek. Illetve a DM-ben van ez a Dicora márka, amiből ilyen női meg férfi illatú tusfürdők is vannak. Ezt szoktam neki venni, tök jó illata van szerintem, és nekem nagyon tetszik ez a design, kicsit olyan furcsa talán, de nekem nagyon-nagyon bejön. Illetve amik a legújabb férfi termékek a DM-ben, azok ezek a Saints sampon és tusfürdő, és többféle is van belőle, különböző megoldásokra vagy problémákra. Ez például egy ilyen bambuszos és ginzenges tusfürdő, bambusz aktív szénnel és ginzengel, miért nem olvasom el magyarul, ahelyett, hogy németül olvasnám, ahogy nem tudok. Illetve egy hajerősítő sampon, ez ilyen igénybe vett hajra való, nyírfával és BS provitaminnal. De többféle is van, én igazából random levettem néhányat a polcról, és elhoztam neki kipróbálni. Ezek azért is nagyon-nagyon klassz dolgok, mert amellett, hogy átkísérletmentesek, teljesen vegánok, és a csomagolásuk az újrahasznosított műanyagból van, ami egy fantasztikusan szuper dolog.
testápolásban megint csak hasonló merkekről tudok beszélni, amikről eddig az a helyzet, ugyanis elsősorban The Body Shopot használok, mert hogy azért a The Body Shop nagyon-nagyon erős testápolásban, valljuk be őszintén, és amiket így állandó jelleggel használok, az tusfürdő, ez például a mandulatej is mézes, de a sásot is nagyon szeretem, vannak gyümölcsös illatok, amiket szeretek, a smoky roast is nagyon szeretem. Elég sok van, amit nagyon szeretek, de talán ez a kedvencem a British Rose és a Seas tusfürdő, illetve az abszolút kedvenc testápolóm az egész világon az a mandulatej és mézes testjoghurt, ami egy ilyen nagyon könnyed állagú, nagyon gyorsan beszívódó, nem hagy maga után ilyen zsíros érzetet, csoda, úgyhogy én nagyon szeretem, és ez egyébként érzékeny bőre van kifejlesztve, ez a mandulatej és méz, és fantasztikus illata is van, úgyhogy ez abszolút kedvenc nálam. Amit még használok, az a DM-ből ez a Jess-es intim mosakodó. Ezt nem régen kezdtem el használni igazából, de nagyon szeretem, szerintem tök jó, és ezt a Jessa márkát amúgy is szoktam vásárolni. Ez is ugye egy DM saját márka. Ezt tök jó, hogy nem mondtam még ebben a videóban, de minden DM saját márka automatikusan állatkísérletmentes is, úgyhogy én ezért szeretek amúgy a DM-be járni. A két legjobb hely szerintem, ahova mehettek, ahol a legszélesebb a termékportfólió, az a The Body Shop és a DM, mert ott mindent megtaláltok konkrétan, a testápolástól elkezdve a sminken át mindenig. Nyilván a DM-ben többféle márka van, és a Jess az egyik, amit én is szoktam használni rendszeresen. Egy új márka a DM-ben, az ez a Yop tusfürdő, és azt hiszem, hogy samponjaik is, vagy lehet, hogy tusfürdőik, meg testápolóik lesznek egyelőre? Talán, és később majd más dolgok is. Ezt most a DMS eseményen kaptam ajándékba, ott tudtam először megszagolni, előtte nem is hallottam a márkáról, de nagyon-nagyon különleges illata van. Ez egy ilyen fűszeres tömjén fa és rozmarin illatú tusfürdő. Szerintem már a hangzásából el tudjátok képzelni, hogy milyen különleges illata van, nem hétköznapi. Ez is nagy részben természetes, vegán és állatkísérletmentes, bár a PETA által még nincs egy bizonyítványuk erről, de már dolgoznak az ügyön, úgyhogy klassz. Ami még a DM-ben van, és viszonylag egyértelmű, az ugye a Balea, aminek szintén vannak folyékony szappanjai, tusfürdői, habfürdői, mindene van, testápolói, és ebből rendszeresen én ezt a habfürdőt szoktam megvenni, illetve az eukaliptuszos verzióját ennek. Ezeket nagyon szeretem, nagyon jó illatuk van, és mivel az áruk is elég jó, ezért nem sajnálom őket majdnem minden nap használni fürdés közben. Illetve persze ott van még a Lush, akiknek a fürdőbombáik csodálatosak. Én elég ritkán szoktam venni magamnak, de nem feltétlenül tudom, hogy ennek mi az oka, de azért muszáj megemlítenem ebben a videóban, mert hogy tényleg nagyon klassz illatú, meg formulájú, meg színű, meg minden fürdőbombáik vannak, úgyhogy ha esetleg nem tudtok róla, akkor nézzétek meg azt is. Amit még fürdéshez szoktam néha használni, az a Kneippnek ezek a fürdőolajai. Ezt most konkrétan ajándékba kaptam a DMS eseményen, de korábban vettem már, most nem emlékszem, hogy melyik illatot, egy párszor megvettem. Ez most nem is tudom, hogy milyen, ez ilyen mélyrelaxáló fürdőolaj, tök jó. Minden, ami a fürdéshez kapcsolódik és kényeztető, azzal engem meg lehet venni kilóra, úgyhogy ez is egy nagyon klassz dolog, és ajánlom nektek. És ami még van, és a The Body Shop-tól szoktam használni, ez egy ilyen prémium kategóriás kollekciónak a része, a Spa of the World. Ezek ilyen nagy tégelyes testsadírok, testápolók, tusfürdők is vannak most már hozzá. Elképesztően csodálatos illatuk van, és a hatásuk is méltó ehhez. Úgyhogy ha valami nagyon kényeztető dolgot szeretnétek, akkor ezeket abszolút ajánlom. Legalább szagoljátok meg, és próbáljátok ki, és nem fogtok tudni nemet mondani rá. Meg ajándéknak is nagyon klassz dolog szerintem. Egyébként meg testradírozáshoz mostanában ilyen zuhany fürdőkesztyűt szoktam használni, hogy csak simán ezt felveszem, bevizezem, erre rakom a tusfürdőmet, és akkor így az egész testemet átdörzsölöm vele. Nagyon hatásos, gyors is, meg nem tudom, tök jó érzés, nagyon szeretem. Ez The Body Shop-os, de szerintem a DM-ben is találtok ilyet biztosan. Illetve, amit még a testápolás kategóriába raktam, az a dezodor, és ha ideje nézitek a videóimat, akkor tudjátok, hogy nekem ez egy nagyon nehézkes dolog volt megtalálni a megfelelő dezodort, mert hogy érzékeny a hónaljam, és ugye dezodor kategóriában sincs nagyon sok márka, amiből lehet válogatni, de amióta a Dove
állatkísérletmentes márka lett, azóta ezt a Dove Original 0%-os alumíniummentes, alumíniumsómentes dezodort használom, és nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy most ez a befutó nálam. Egyébként vannak a The Body Shopnál is néhány dezodor, a Báleának is vannak dezodorjai, Dr. Organic dezodorok is léteznek, a Lush-nál is van, úgyhogy azért lehet válogatni, és hogyha nem vagytok annyira extrák, mint én, ilyen szempontból, akkor van azért több lehetőségetek is. Ezeket a márkákat érdemes megnézni. A parfüm volt a másik olyan dolog nekem a hajápoláson kívül, amivel elég sokáig kínlottam. Mert a legtöbb parfümmárka, amit ismertek, vagy ha bementek egy parfümériába, ott egyetlen egy darab állatkísérletmentes parfümöt sem fogtok találni. Ami nekem nyilvánvaló volt, és amiben mindig menekültem, azok a The Body Shop parfümök, mert hogy azok értelemszerűen állatkísérletmentesek, és nagyon-nagyon sokféle van már, egyre több féle van, és szerintem az egy tényleg olyan széles kínálat, hogy azért ott mindenképp érdemes körül szaglászni valamelyik üzletben, mert tényleg kevés az opció, sajnos. És azért online rendelni parfümöt az, hát... bátorság kell hozzá, valószínűleg, hogyha nagyon drága, akkor nem ismeri az ember, de hogy ilyen szempontból ez tényleg egy nehezebb dolog. Nem tudom, a The Body Shop-tól én többféle parfümöt is használtam, de talán ami az ikonikus Julci parfüm onnan, az a White Mask Smoky Rose parfüm olaj, amit nagyon szeretek, mert ráadásul ugye alkohol sincs benne, úgyhogy nyugodtan így a hajvégekre is fel lehet vinni, ahol sokáig benne marad az illat, de van egy csomó testpermet, a SEAS testpermetet szoktam még használni, vannak ilyen világillatai parfümök, most az új White Mask, ugye ez az erőszakmentes pézsma kollekciónak vannak új típusai, a White Mask Flora, meg a White Mask Lő, és azok is nagyon finom illatúak, ilyen nagyon tavaszi, virágos illatok. Úgyhogy, ha ilyesmit kerestek, akkor ezt nézzétek meg szerintem. Ami még nagyon-nagyon-nagyon-nagyon finom illatú, az a Rituals, ami sajnos nincs itthon, sőt, rendelni sem nagyon lehet itthonra, talán néhány illatot igen, de nem mindegyiket, viszont nagyon sajnos csodálatos illatú parfümjeik vannak. Én próbáltam először ezt a Sakurát, Rituals Sakurát, ami egy ilyen testápoló kollekciónak a része, és ezt nagyon szerettem. Viszont vannak külön kis parfümjeik is, amik én ezeket a méreteket szoktam venni. Ez most konkrétan az Oasis de Fleurs. Nem tudom, hogy kell mondani. De volt egy óceános is, illetve egy ilyen himalájai virágos rózsaszín illat is. Mind a három csodálatosan fantasztikus, nagyon-nagyon szeretem, és nagyon örülök, hogy megtaláltam ezeket, mert biztos, hogy újra fogom vásárolni a jövőben őket, mert nagyon-nagyon finom illatuk van. Aztán, amit most használok éppen, az egy End Other Stories parfüm, amit szintén nem lehet kapni itthon sajnos, ezt Angliában vettem, End Other Stories-ban, és nem tudom, hogy hol, ugye ez a H&M-nek egy ilyen almárkaszerűsége, de azért elég más jellegű, és nagyon szépek a ruháik is, és nagyon jó illata van a parfümjeiknek is. Úgyhogy én ezt a, mi a neve? Fleur de Mimosa-t vettem meg, és nagyon szeretem. Hogyha End Other Stories-ban jártok, akkor nézzetek körül, mert érdemes ott is megnézni az állatkísérletmentes parfüm kínálatot. És amit még akartam mondani, van ez a Le Labo nevű márka, ez egy francia márka, és nagyon sokáig nézegettem az oldalukat, gyönyörű szép oldaluk van, és többféle parfümük is, ez egy komoly parfüm, ők így nem viccelnek, nem tudom, hogy mondjam el, de ha megnézzük az oldalt, akkor látni fogjátok, és lehet tőlük rendelni ilyen kis pici illatmintákat, úgyhogy rendeltem én is 5 különböző félét, ezek nagyon-nagyon drága parfümök, de úgy voltam vele akkor már, hogyha az egyik tetszik, akkor inkább befektetek, mert ugye az ilyen igazi parfümből, nem is kell annyit fújni, tovább tart, jobb minőségű talán, vagy nem tudom, nem értek hozzá igazából. De az a helyzet, hogy megrendeltem az 5 illatot, és egyik sem jött be igazán annyira, hogy azt mondjam, hogy akkor ebből veszek egy nagy verziót, de hogyha gondoljátok, akkor nézzétek meg ti is, rendeljetek ilyen kis mintákat, és lehet, hogy nektek pont nagyon be fog jönni.
És a végére hagytam a sminkeket, nem véletlenül, egyrészt mert volt már egy elég hosszú sminkes videó, illetve több ilyen sminkes válogatós videóm is, ahol nagyon sok ugye márket mutogattam nektek, ezeket be fogom linkálni mindenfelé. De azért azt meg akartam mutatni, hogy amiket most így a legaktívabban használok, azok milyen márkák. Szerintem a sminkből elég jól állunk egyébként, ugye rendelni is lehet sok mindent külföldről, de itthon is vannak dolgok, amiket érdemes megnézni és kipróbálni. Amit napi szinten használok, az nagyrészt The Body Shop és Trendy Tap smink az utóbbi időben egyébként. Például mostanában a Trendy Tap alapozókat szoktam használni, ezeket a matt formulákat, és én nagyon szeretem őket, szerintem tök jók. Egy picit sötétebb a legvilágosabb árnyalat is, mint az én bőrtonusom, de olyan annyira nagyon nem zavaró talán, vagy én nem vagyok rá olyan kényes, nem tudom. Korrektorból is most egyébként Trendy Tapot használok, de abból is van, ami nagyon-nagyon jó volt, és nagyon szerettem, az a Colourpop-os korrektorom. Egy Collection korrektorom is volt, ami nagyon-nagyon jó volt, és nagyon szerettem, de mostanában mondom, Trendy Tapot használok, és az is nagyon klassz. De például a Dior Daniel-nek az alapozóját is használtam sokáig, egy-két ilyen tubust elhasználtam belőle. Nem tudom, hogy most miért váltottam a Trendy Tapra az utóbbi időben, de ez úgy mindig közel van, és könnyű megvenni, és teljesen megfelel az igényeimnek, úgyhogy igazából lehet, hogy ezért. Amit használok most például szempillaspirálból, mert az is egy nehéz eset szerintem, van ez a CIO nevű márka, amit Angliában lehet kapni. Azt hiszem, hogy rendelni nem lehet hozzánk, úgyhogy ismét elnézést kérek ezért, de hát, ha ti találtok valahol. Ez az egyik legjobb szempillaspirál, amit életemben használtam, mert ami az én igényem szempillaspirálban, hogy ne kenődjön el, ne potyogjon le, ne álljanak össze tőlem a pilláim, és maradjon ott egész nap. Igazából ez az én elvárásom. És ezt a legtöbb szempillaspirálsan is nem tudja teljesíteni, de ez abszolút tudja. Illetve a The Body Shopnál van egy új szempillaspirál, a Happy Go Lash, ami nagy százalékban természetes, most nem tudom, hogy 98%-ban, vagy valami hasonló, és vegán is. Ezzel az a helyzet, hogy az elején elég sok festék van a kefén, úgyhogy azt így le kell szedlegetni róla, viszont utána már nagyon-nagyon jól használható, nem potyog le, nem kenődik el, nagyon szépen így külön választja a pillákat, de nagyon látványos tud lenni, főleg két rétegben, úgyhogy ezt mindenképp javaslom, hogy próbáljátok ki, és imádom a csomagolását. Amit a Body Shop-tól még ilyen the holy grail nekem, abszolút, az a 3-1-ben szemöldök formázó, aminek én igazából csak két részét, vagy leginkább egy részét használom, viszont nagyon-nagyon szeretem a színét, az állagát, ahogy ott van a szemöldökömön, úgyhogy ez most nagyon bevált nekem. Talán a 10-et használom el már, úgyhogy tényleg nagyon szeretem, és ajánlom, hogy próbáljátok ki. De Body Shopnak még a kontúr palettáját használom már elég régóta, de sajnos az éppen megszűnt, úgyhogy azt már nem akarom nektek ajánlani, de van például ez a bronzosító is, amit nagyon-nagyon sokan szerettek. Ez egy elég régi ilyen klasszikus sminktermék, de ez a Honey Bronze Matte bronzosító, de sokan szeretik, ez a 04-es árnyalat, hogyha akartok ilyet venni, akkor úgy nézzétek, hogy nekem nagyon elég világos tónusú a bőröm, és a 04-es az, ami a legjobb nekem, úgyhogy így választhatok, hogyha esetleg ki akarjátok próbálni. Illetve, amíg még hatalmas Body Shop kedvenceim, azok a folyékony matt rúzsok. Ezeket nagyon szeretem, annyira szeretem, hogy nem is nagyon akarok más márkával próbálkozni, ami a folyékony matt rúzsokat illeti, mert hogy nem szárítják ki a számat, pont olyan árnyalata van, mint amilyen, amikor felviszem, tehát nem szürkül be, meg nem folyik el, meg nem csinál semmi ilyesmit. Nagyon jó a formulája szerintem, és a színét is nagyon szeretem. És ami még másik rúzs, amit szeretek, az a Colourpop. Colourpop egy fantasztikusan csodálatos márka, állatkísérletmentes, nagyon-nagyon jó termékeik van, nagyon jó minőségű, nagyon megfizethető. Az egyetlen baj vele, hogy Amerikában van, ezért óvatosan kell rendelni, mert különben csúnya vámokat kell fizetni a rendelésünkre, úgyhogy azt hiszem, hogy $25 szabad rendelni, de abban már a szállítási költség is benne kell ugye, hogy legyen. Ezért aztán nincs nagyon sok Colourpop-os cuccom, de határozottan tervezem a jövőben, hogy ki fogok még próbálni dolgokat, mert például itt van ez a Dream Street palettám, amit nagyon-nagyon szeretek tőlük, gyönyörű színek vannak benne, és nagyon-nagyon jó minőségű, ugyanez a véleményem a rúzsaikról,
a korrektorukról, úgyhogy nem próbáltam még olyan Colourpopos terméket, ami lett volna nagyon-nagyon jó minőségi, úgyhogy mindenképp ajánlom. Körömlakból Trendy Tapot szoktam használni elsősorban, illetve néha Essence vagy Catrice körömlakokat is szoktam venni, de talán a Trendy Tap az, amiből a legtöbb van. Még ilyen random márkák, amiket aktuálisan nem használok sokat, de mivel állatkísérletmentes, ezért meg akartam említeni, például a The Balm, amiből a Mary Lou Highlightert hosszú évekig használtam, ennyire használtam el, hogy már alig van benne, és valószínűleg már ki is kéne dobnom, mert lehet, hogy a szavatossága is lejárt, de ez egy nagyon jó termék. Aztán a NYX is állatkísérletmentes, valamiért nem igazán használok NYX termékeket, de erre nincs különösebb okom, mások váltak be, mások töltik ki a helyüket, de a NYX-et is érdemes megnézni, hogyha valami konkrét dolgot kerestek, ami mondjuk nekik van. Illetve a H&M-nek a kozmetikumai is állatkísérletmentesek, abból a kedvenceim ezek a ceruzák, amik ilyen szemceruzák is, ilyen metálos színük van, de például van tök jó szemhéjpúderük is, meg rúzsból is egy nagyon sok árnyalat van nekik, a nude az nagyon megy nekik. Aztán, ami még nem maradhat ki ebből a videóban sem, bár már elég sokszor mutogattam, az a Tarte palettám. A Tarte is egy állatkísérletmentes, nagyon jó sminkmárka. Az egyetlen baja, hogy drága is, és Amerikában is van, úgyhogy ezt nagyon meg kell fontolni, hogyha tárt dolgot akarunk vásárolni, de ez a paletta például gyönyörű, nagyon-nagyon szeretem, nagyon gyönyörű árnyalatai vannak, és egy csomó mindenük van még, amit biztos, hogy hallottatok már róla, hogyha szoktatok smink videókat nézni. A Tarte ez egy nagyon jó márka, és igen, állatkísérletmentes. Ami az ecseteket illeti, három helyről szoktam őket venni, ami nagyon túlzás, hogy szoktam, mert egyszer vettem, tehát hogy megvettem több részletben azokat az ecseteket, amik most vannak nekem is, semmi másra nincs szükségem. Egyrészt Real Techniques, ami nagyon jó, állatkísérletmentes, megfizethető márka, másrészt mindjárt megfogom, a Zoeva ecsetek, amik nagyon-nagyon jó minőségűek, és picit drágább, de még mindig megfizethető szerintem, és hogyha egyszer megveszel egy szettet, amiket használni fogsz, nem kell a 28 darabosat, akkor azért hosszú-hosszú évekig el vagy azzal, és nem kell újra venned, vagy máshol megvenned. Illetve a The Body Shopnak is vannak nagyon jó állatkísérletmentes ecsetei. Én ezt a pirosító, nem is tudom milyen ecset ez, mert már nagyon régóta megvan, de van ez, amit nagyon sokszor használok bronzosítónak, illetve vannak ezek a professzionális szemhéjpúder ecsetek, amiket szoktam még használni. Az alapozót pedig mindig a Real Techniques-es szivacsommal szoktam felvinni, szerintem ez a legjobb, nekem ez vált be a legjobban, úgyhogy ezt ajánlom mindenképp. Azt hiszem, ez egy elég tömény videó volt, legalábbis én nagyon elfáradtam, de remélem, hogy tudtam néhány ötletet adni a márkákat tekintve. Biztos, hogy nem mondtam el mindent, ami opció, meg amit akár én is használok, de most ezeket találtam itthon hirtelen. Hogyha van még tippetek, hogy milyen állatkísérletmentes kozmetikumok vannak, amik nektek nagy kedvenceitek, és ajánljátok a többieknek, azt mindenképp írjátok meg a komment szekcióban. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és hamarosan találkozunk újra. Ja igen, ha néztetek a videóimat, akkor ne felejtsetek el feliratkozni, léci. Illetve ha nem akartok lemaradni az új videókról, akkor érdemes azt a kis csengőt is megnyomni. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!